Bán Jánosról, művész nevén Bán Móról már egész fiatal korában kiderült, hogy tehetséges író. Első szerzeménye 8. osztályos korában jelent meg, majd elmondása szerint évekkel később ragadott ismét tollat, és kezdett el fantasy és sci-fi történeteket írni. Szerintem az én korosztályom nagyon erősen vonzódott ehhez a két műfajhoz. Nagyon nagy reményeket fűztünk az űrkutatáshoz, nagyon izgatott minket a jövő. Egy kicsit menekülésnek is tűnt annak idején ez a két műfaj, nagyon szerettük. Akkoriban kerültek moziba azok a látványos sci-fi filmek, amelyek szerintem sokunk számára meghatározó élményt jelentettek. Egész egyszerűen abban az időszakban ez szerintem elkerülhetetlen volt. Nagyon szerettük ezeket a műfajokat, és óhatatlannak tűnt, hogy valamilyen módon ezen műfajok bűvkörébe kerüljünk. Nagyon szerettük, és sok történetet írtunk akkoriban, amely nyilvánvalóan ehhez a két műfajhoz kötődött. Furcsa egyébként, hogy nagyon sokan, akik akkoriban kezdtük a pályánkat, ma teljesen más területen találtuk meg a boldogulásunkat. Bán Mór ezúttal Bonyhádon járt, és egy író-olvasó találkozó keretein belül mutatta be legnépszerűbb szerzeményét, a Hunyadi sorozatot. Amikor elkezdtük 2005 környékén a sorozat tervezését, akkor a legfőbb szempont az volt, hogy keresünk egy olyan időszakot, ami mozgalmas, izgalmas a magyar történelem szempontjából, ugyanakkor lehetőleg ne szomorú időszak legyen, hanem olyan karaktereket tudjunk felmutatni ebben a korszakban, amelyek példája a mai napig is megmarad, és tud valami olyan pluszt adni lelkileg számunkra, ami erőt adhat a hétköznapokhoz. És azt gondoltam, hogy a Hunyadi akkor, a Hunyadi János története, majd nyilván Mátyás király története, de akár Korvin János sztoria is, olyan történetek sokasága, ez nagy családtörténet, amely elképesztően erősen mutat jellegzetességeket a magyar történelem összességére vonatkozóan. Ugyanakkor benne van mindaz, ami a magyar történelemre olyan szempontból is jellemző, hogy a reménytelen helyzetben is helytállás például. A teljesen a széthúzás és a különböző külföldi, belföldi ellentétek miatt reménytelenné vált harcnak a folytatása. És Hunyadi Jánosban találtuk meg azt a történelmi hőst, akire úgy gondoltuk, hogy érdemes építeni, mert egyrészt ismerjük, tudjuk, a déli harang szó hozzá kötődik, tudjuk, hogy ő a nagy törökverő hősünk, másrésztről pedig nem ismerjük. És amikor elkezdtük a sorozat tervezését, én azt szerettem volna elérni, hogy részletesen ismerjük meg az ő életét, és az ő életén keresztül a 15. század Magyarországát. És nagyon bíztam abban, hogy ha ezt a mai kor olvasója kézbe veszi ezt a sorozatot, akkor talán egy kicsit át tudja élni azt, hogy mit éltek át az őseink fél ezer évvel ezelőtt, milyen küzdelmeket folytattak, és hogyan tudtak úrrá lenni mindazon nehézségeken, amelyek hát erősen befolyásolták az életüket. És az se baj, ha ehhez képest látják, hogy a mi nehézségeink vajon komoly nehézségek-e. A sorozatból eddig 10 kötet jelent meg, a tervek szerint összesen 12 rész készül. A könyvek népszerűségét az is igazolja, hogy eddig több mint 300 ezer példány kelt el. Számomra azt igazolja vissza, hogy a magyar olvasókat nagyon érdekli a történelmünk, a saját történelmünk, a saját históriánk. És a magyar olvasó közönségre jellemző egyébként, hogy hihetetlen lelkesedéssel veti magát alapvetően a történelmi regény műfajába. De sokáig azt hitték a kiadók, hogy ez a lelkesedés többnyire a külföldi szerzőknek szól. És mi azt próbáltuk bebizonyítani, hogy a saját történelmünk az egyrészt van olyan izgalmas és érdekes, mint bármely más nép története. Másrészt igenis lehet erőt meríteni ezekből a történetekből, és ezeknek a hősi karaktereknek a sztoriából. És hát ezt azért látjuk visszaigazolva, hogy nagyon szereti a közönség, hála Istennek, ezt a sorozatot, és néha meglehetősen türelmetlenül várja a következő és a következő kötet megjelenését, de most már látszik a befejezés lehetősége. Azzal együtt, hogy a Hunyadi János sztoriát összefoglaló széria után következik Mátyás király, hiszen ez egy három nemzedéket felölelő nagy családtörténet. Úgy látom, hogy idén karácsonyra sikerül a következő kötettel megjelenni, és a következő évben szeretnénk lezárni a Nagy Nándorfehérvári ostrom történetével ezt a szériát.